Üdvözlünk mindenkit. Köszöntök mindenkit, nagy szeretettel. És ezt akkor én megmondom, sziasztok. Ja. Szoktam. Na, mit működsz? Hát kérlek szépen, ezt a szicskavágót pakolom össze. Aztán most már húzódok befelé, mert a derekamnak is vége van. Az enyémnek is, de én nekem a fa miatt. Meg a mindennek is. A vezérlés. Összedobtam. Boksival, tudod mi? Összedobjuk pillanatban. Nem tudok oda menni másik oldalára. Hm? Mondom, nem tudok oda menni a másik oldalára. Cicám. Ennyi komisz. Hely van itt, ennyi. Komisz az élet. Tudom. Komisz az élet, kicicám. Az komisz. Lássuk be. Na, mondj valami szépet. Ez a vezérmű tengely. Hol pont jeladó? Jeladó. Ez itt a jeladó. Így van. És mire vagy kíváncsi, kis mazsikalácsom? Hogy hányjal megy? Hú, ez szakadékba? Hát, amikor belendül, akkor fasz a minden. És hogy katalizátor van-e alatta? Van testvéreim, van, Kati van. Van, Kati, ja, van. Kati, szegény Katit. Mindenki a Katit akarja. Ja, ó, hát nekünk hány ilyen van. Tudnék, már még a sorszámot is el akarták kérni, igen, de hát nem katalizátort. Többet is adtak volna az autóit, csak nem katalizátort meg a árultunk, hanem autót, csak mindenki jött a katalizátor. Volt, aki hátulról duma. Igen, hogy következő, a Opel-Atán gyári katalizátor van, 172 ezer forintba kerül. Igen. 2016-ba. Tehát ha Opel-Atán meghirdetem, akkor az lesz, hogy gyári katalizátor, gyári és nem katalizátor eladó. Külön. Eladó, 250 ezer forint. Ajándék. Az Opel autó. Karaván. De 50-es dobjál még az autóra, azt akkor úgy megvagyunk. Ja, 300, hát azért legyen már, vagy 300, most nagyon fenn vannak az árak. A gyere, mutasd meg ezt a na végre. Vezérlést, akkor tőle se lehet már boldogulni. Ó, nem mi. Az a baj, hogy én olyan ruhában vagyok, hogy már mindegy amúgy, mert buksi összeugrált. Na, tessék, megmutattam a vezérlést. Köszönjük szépen. Ennyi? Köszönjük, főni. A hitközség nevében köszönjük szépen. És már most összerakod, mert meg lesz, vagy? Igen, igen, szeretném, cicám. Tehát van egy ja, ilyen, értem, menjél innen a picsába, mert már összeraknám, de útba vagy, igaz? Hát, nézd, cicám. Nem, nem kell kimondani, finom tudom. Finom úriember vagyok a magam. Hol? Vagy hogy is mondtad? Nem tudom már, mindegy. Nincs. Na, jó, akkor lényeg, összedobta a vezér, és egyébként csak össze van akasztva, nincs még kifeszítve. Hát szerintem az látszott. Szétfagytam. Hány fok van? Hát ott a bárpulton a hőmérő. Majd mindjárt nézem. De egyébként a lényeg az, hogy a vezérmű tengely hát leszorító csavarjai 20 Nm. 20-as. 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 20 Nm. 70 a vezérmű, a két vezérmű kerék csavarjának a lehúzása. Tehát 70 és 20. No, ennyi? Ennyi volt? Hát a vizék a feszítőnek, a külső feszítőnek 40 Nm. Az értéke, ezt így barátilag súgom meg, nem mondjál azt, hogy nem. Tehát 40 és 70. Jó, rendben van. Akkor ezt most szépen ügyesen összerakod, míg nem fagysz meg, és akkor véget ért a móka mára. Zárul Zolit móka tára. Mára. Megnézzük, tetszett, hogy hány fok fajta van. Jó van, de ne regéljél annyira. Szervusz. Nem tudom, hol van. Ott van a mennyi taranyiránk, ott bal oldalt a kupa mellett. Hú, 7 fok van. 7. 7-es fok van. És a csendéletet is megmutatom. A zsúrkocsit. Legközelebb már itt főzök, és akkor ezen oda tolom. Itt megfőzök, gyerekek, itt. Kihozok valamit, ne szólj bele! Kihozok valamit, itt megfőzöm, mikor begyújt. Ide a kiskocsira felteszem, és így odatolom neki a kiskocsit szépen oda, hogy reggeli szervírozva. Mit szólsz hozzá? Túl zárkányolta az, hogy te egy főzőcskézzel. Kisraktár van a tejatűzfej,
ott ha majd két helyre fogok ott begyújtani, ott semmi. Így is fizettünk ma annyit erre a sok fára, hogy csak na. Ja, hát az tényleg ellenőrzettsége. Hát de, na jó, hagyjuk. Tehát akkor ott, majd én tudom, ott meg fogok főzni. Esküszöm, és Áványon egy videót fogunk csinálni, hogy főzöm. Egy tojásrántot, tehát kajak meg lehetne rajta főzni. Ezen a faszakányán akarsz főzni. Hát de nem fogom mellé kavargatni egy tojásrántotta. Aztán, ide, esküszöm, ide felteszem a kiskocsira, és oda tolom neki, és akkor Áványon lesz a kamera. Ja, a kiskocsit hogy... ne vegyetek ilyen kiskocsit. Ezt már megbeszéltük. Mert már megcsavaroztam, de megint nyiklik-nyaklik, tehát azért nincs ez mozgatva. De el lett mondva egy videóban, legalábbis én elmondtam egy videóban, hogy 4000 forint volt, 14000 forint, de akkor még annyit se ér, mint a 14000 forint. Arra jó, hogy kenekét nem rakod be, azt valahol leteszed, arra jó. De éppen, tehát tolni, hát mondom, minden össze-vissza összeszakad. Hát de az egész műanyag, tehát most nem lehetett olyan sokat várni, az egész úgy, ahogy van műanyag. Tessék. Meg sem mutattad a kedves nézőknek itt a nézőknek. A csendéletet megmutattam. A kiskocsig jutottam. Így. Videózok. Itt van a kiépített hidrotőke és a himba. Tessék. Akkor megmutatom. Fajátok. Itt van a hidrotőke és a himba. A Skodából kiszedve. Jó így? Főnök. De én azon gondolkodok, cicám, hogy én be is masírozok. Egy hell. Hell hátán. Hell hátán. Na jó, akkor hol van itt hell, megnéztük. Hell hátán. Hát ott az üres, vagy nem tudom. Megnéztük a hőfokot is. 7 fok van, szuper 7,8 minden. Most már 7,8, az előbb 7,7 volt. Biztos oda mentem, és ki testhőmérsékletem egy tizedet felvitte. Na jó, Sándor szép délután mindenkinek. Edina beledek, zsákban hozza a meleget. Szép délutánt mindenkinek. Sziasztok! Kosti,